a pécsi építési szabályzatról, még várják a városban élők javaslatait az önkormányzaton. Új burkolatot kapott az Ybl Miklós utca, ismét közlekedhetnek az uránvárosiak a forgalmas szakaszon. Szulejmán szultán zarándok városa, bemutatták a Szigetvár melletti ásatási helyszínt. A Szekszárd ellen játszott a PMFC, az új játékosokat is tesztelte a vezetőedző. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Milyen épületek valósulhatnak meg Pécsen, és milyen szabályok mentén lehet csak ezeket felhúzni? Vagy éppen hol kell építési tilalmat elrendelni, esetleg az úthálózatot bővíteni? Erről a szabályozásról tartottak fórumot a Városházán. Itt a pécsiek véleményét, javaslatait várták kedden. Ezek alapján áll össze az a rendezési terv, amely az építkezéseket szabályozza a következő évtizedben. Nyilvános fórumon vitathatták meg a pécsi építési szabályzatot a városban lakók. Kedden a Városházán a főépítész hallgatta meg azokat, akik kifogásolnak valamit a helyi szabályozásban. Ez a férfi például azt, hogy már évtizedek óta nem lehet építeni abban a Pécs-Somogyi utcában, ahol él, mert 30 éve egy utat terveztek oda. Nem állnak fenn feltételek, hogy oda lehet menni, bizonyosodni, bukásokat. Természetesen ki kell szélesíteni, akkor lehet az egyik oldalát bontani, kész. De ahol mindezek a feltételek adottak, tehát a bevenni mentőautók, kukásautók, teherautók, minden építkezések voltak, soha nem volt probléma ilyen, hogy nem fértek el, akkor ott nem értem, hogy ott miért kell Ezt az esetet is megvizsgálják majd, mert az önkormányzat felelőssége, hogy élhető várost alakítson ki, mondta a főépítész. A szabálytalan állapotban működnek városrészek, az nem egy városfejlesztési stratégia, hanem meg kell nézni, hogy tudnánk a szabályosát tenni, hogy élhető város tudjon kialakulni. De hogyha van olyan egyedi kérdés, hogy ilyen szemben meg tudjuk vizsgálni, azt meg kell. PÉSZ 2020, ez az a helyi rendeletgyűjtemény, ami azt szabályozza, hogy milyen feltételek mellett mi építhető a városban. Ehhez tehettek javaslatot a fórumon a megjelentek. Miközben a város egyes részein barna mezős területek maradtak, ahol lebontottak épületeket, máshol meg teleépült, például a Szigeti úton az elmúlt években teleépült társasházakat. Ezeket a folyamatokat, amik egészségtelen helyzeteket állítanak elő, kezelhetetlen helyzeteket, ezeket kezelni kell egy új rendezési terv esetén, mégpedig úgy, hogy egyenletes legyen az eloszlása a területeknek a beépítésének. Az egyik meglévő problémáról beszél a képviselő, de a közlekedési zsúfoltságra, az eltűnő zöld felületekre, a meccsekről lezúduló esővíz problémájára is megoldást kell nyújtani a rendezési tervvel, hogy működő város legyen Pécs. A lakossági javaslatokat még július 17-ig várják. Ezeket is figyelembe véve őszre dolgozzák ki a tervezők, hogy milyen építési szabályok mentén valósíthatók meg az épületek, az utak a városban az előttünk álló évtizedben. Önkormányzati rendelet kifejezetten nem tiltja a szökőkutakban a fürdést, azonban aki egészségre ártalmas vízben fürdik, tiltott fürdőzés elnevezésű szabálysértést követel, ami miatt a közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy ha nem ismerik el a szabálysértést, akkor feljelentést tehet. Továbbá a közterület felügyelő felszólíthatja a fürdőzőket a tevékenység abbahagyására, lévén nem rendeltetésszerűen használják a közterületet. Ha ezt nem teljesítik az érintettek, a rendőrség közreműködésével megszüntethetik. A fürdőzés. A strandok, tópartok megteltek fürdőzőkkel, de olyan is van, aki a tiltás ellenére a városi szökőkutakban hűti le magát. Újra közlekedhetnek a pécsiek a megújult Ybl Miklós utcán. A korábbi díszburkolatot felváltotta az aszfaltréteg, mely kiszolgálja az uránvárosiak igényeit, mondta Decsi István sajtótájékoztatón. Az alpolgármester kiemelte, ez az egyik legjelentősebb beruházás, amely a városrész megújítását célzó fejlesztések között szerepel. Ismét közlekedhetnek az uránvárosiak az Ybl Miklós utcán. A napokban fejezték be az út felújítását a szakemberek. A beruházás a városrész korszerűsítésének része, melynek keretében nem csak új felületek kialakítása a cél, hanem a korábban esetlegesen hibás tervezés miatt már meglévő utak, épületek megújítása. Ez a forgalmas szakasz egy évekkel ezelőtti fejlesztésben is szerepelt. Akkor az egységes szerkezetet és a gyalogos forgalmat helyezték előtérbe a tervezők. Azonban azt is látni kell, hogy itt olyan jelentős a közösségi közlekedés a városrészben, hogy ezt a funkciót nem tudtuk
úgy kiszolgálni, hogy mondjuk a közösségi közlekedési útvonalakat módosítjuk. Azonban az a technológiai megoldást, amit akkor a tervezők választottak, ezt a szintű terhelést nem tudta elviselni. Most azonban új aszfalt rétegen hajthatnak át az autósok, miután a korábbi Európai Uniós pályázatot felülvizsgálták. Decsi István kiemelte, a tervek újragondolása során olyan burkolatot kapott az útszakasz, ami teljes mértékben kiszolgálja a közlekedési igényeket. Az alpolgármester hozzátette, ezzel megoldódott egy korábbi probléma, de a felújítások sora még nem ért véget. Természetesen folytatjuk a városrésznek a fejlesztését, a Hajnóci piacnak az átadásával, később pedig a területnek, a rehabilitációnak a kiszélesítésével, amelyek a következő szakasza az Esztergár utcának a felújítása lesz. A 60 éves városrész annak idején korszerű technológiával épült, ám a kor előre haladtával az elavult épületek, utak folyamatos modernizációra szorulnak. Ezt a felújítást végzik 2010 óta, hangsúlyozta Decsi István. Bejárással egybekötött, kihelyezett stúdió beszélgetésen mutatták be a kutatók a megtalált Szulejmán türbéjét, illetve a körülötte kialakult Zarándokváros csütörtökön stábunknak. A kutatók a feltárás körülményeiről, jelentőségéről beszéltek, valamint arról, hogy kormányzati szándék szerint a feltárt emlékhely bemutatásra kerül. A régészek ebben az évben végeznek a terepen a munkálatokkal. A turbéki szőlőhegyen a megtalált Szulejmán türbéjének ásatási területén mondták el a szakemberek, mit tártak fel eddig, illetve mik az újdonságok. A kutatócsoport vezetője azt is megmutatta, hogy nézhetett ki egykor a szultán síremléke, illetve a köré épült város. Az északkeleti nézetből van a komplexum, ugye ez a türbe, aminek ólom volt a teteje. Ez a dzsámi, ugye a déli oldalán volt a minaret. Ez a dervis kolostor, az elalak, és ugye ez az a vendégház, itt ennek a szélét látjátok csak, aminek a falait fölvettétek az ásatásnál. Ez a kolostor rész, ami jelenleg kibontott állapotban van. Ez az egyik nagy terem, amit megtaláltak. A kolostornak két ilyen nagy helyisége volt. Az egyik a másik oldalon található szemahane, vagyis ceremoniális terem, amiben a sejk vezetésével a dervisek a rituális szertartásaikat végezték. A halveti dervisek esetében ez azt jelenti, hogy összeülnek, és a sejk vezetésével, zene kíséretében elkezdik recitálni Allah nevét, majd pedig Allahnak a jelzőit, szent formulákat a Koránból. Így zajlott itt az élet, annak idején mondja el a régész a feltárt épületmaradványokról. Magát a türbét azonban nem láthatjuk így jelenleg. Itt ezen a területen volt 2015-ben az a feltárás, amelynek során ezt a négyzetes épületet feltártuk. Ugye Mekka felé volt tájolva, délkelet irányban, és északnyugat irányban volt a bejárata, tehát a fák felől közelítették meg. A türbe egyébként egy ilyen 7x7 méteres alapterülettel rendelkezett, nem volt nagy méretű épület, de impozánsan ki volt alakítva. Azonban visszatemették, hogy megóvják az időjárási körülményektől. A régészek még ebben az évben befejezik a feltárást. A türbé 2020 után tárulhat újra a látogatók szem elé, ugyanis a kormányzat határozata alapján a megtalált leleteket bemutatják. Egy látogatóközpontot alakítanak ki a régészeti munka és a szakemberek javaslatai alapján. Strandbelépővel ajándékozzák meg a pécsi véradókat. Július 18-án a Pécsi Regionális Vérellátó Központban 8 és 18 óra között ingyenes és kedvezményes belépőjegyekkel strandbelépők gokartjegy köszönik meg az önzetlen véradást. Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Első véradók esetén a felső korhatár 60 év, az önkéntesek testsúlya el kell érnie az 50 kg-ot. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját minden jelentkező. Mint arról korábban beszámoltunk, teljes körű felújításon esik át a pécsi Ferencesek utcája. A munkálatok május 20-án kezdődtek. Mielőtt az új útburkolatot, a dísznövényeket és a fákat elhelyeznék, a közművezetékek cseréjét végzik a szakemberek. Elsőként az E.ON munkatársai cserélték ki a gázvezetékeket 8 héten át. A rekonstrukció a tervek szerint zajlik, a területet már be is fették. A szolgáltató szóvivője stábunknak elmondta, minden munkálatot elvégeztek határidőn belül.
a tervezett határidőre befejeződött a kisnyomású gázvezetékek cseréje a Ferencesek utcában. Itt a régi acélvezetékeket egy korszerű műanyagra cserélték a kollégák. Holnap már a műszaki átadás átvételre kerül sor, és ezt követően pedig folytatódik az utcában a rekonstrukció a következő közművekkel. Közúti ellenőrzés során buktak le Dráva Palkonyán azok a fiatalok, akik kábítószert fogyasztottak, egyikük pedig árulta is a drogot. A 24 éves gépkocsi vezető és 18 éves utasa ellen kábítószer birtoklása, 22 éves társuk ellen pedig őrizetbevétele mellett kábítószer kereskedelem elkövetése miatt nyomoz a Siklósi rendőrkapitányság. Az UFC Szekszárd ellen játszotta a második felkészülési mérkőzését a PMFC. A gólgazdag találkozón Vas László, a pécsiek vezetőedzője, az újonnan érkezett játékosokat is tudta tesztelni. Kezd összeállni a PMFC labdarúgó csapatának kerete a 2019-20-as szezonra. A Paks elleni találkozó után az UFC Szekszárd gárdáját fogadták a pécsiek a második felkészülési mérkőzésen, mely 8-1-es pécsi győzelemmel ért véget. Vas László vezetőedző azonban nem kívánt messze menő következtetéseket levonni az eredményből, hiszen ezeknek a felkészülési mérkőzéseknek éppen az a lényege, hogy az újonnan érkezett játékosoknak lehetőséget biztosítsanak, valamint hogy a fiatalok is szerepet kaphassanak. Úgy gondolom, az intenzitást próbáltuk beletenni, azok, hogy vannak javítani való dolgok, ez egyértelművel nem vagyunk még egy összeszokott homogén csapat, tehát aki minden mozgást ismerne, úgyhogy azon vagyunk, hogy ezt a helyre rakjuk, és pont ezért mondom, hogy eredménnyel nem szeretnék igazából foglalkozni, ugye befolyásolta a mérkőzés alakulását a kiállítás, nálunk is történt egy sérülés, nem teljes létszámmal fejeztük be mi sem a mérkőzést, ettől függetlenül azt mondom, hogy voltak olyan dolgok, amik pozitívak, és a továbbiakban biztos, hogy szeretnénk ezeket tovább vinni és építeni. Az UFC Szekszárd bentmaradása az NB3-ban a 2018-19-es szezon végéig kérdéses volt, de sikerült. A PMFC elleni felkészülési meccsen a két kiállítás nem kedvezett az építkezésnek, fogalmazott DNS Pál, a szekszárdiak trénere. Hiányzunk sérülés miatt is, meg még kettőt kiállították, úgyhogy úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésnek igazi szakmai értéke nem volt, de ennek ellenére azért nyilván nekünk is változtatni kell, mert úgy gondolom, hogy fegyelmezettebb hozzáállással azért elkerülhető lett volna ez a nagy arányú vereség. A találkozón a pécsi vezetőedző tesztelte az új játékosokat, így Helesfai Donátot a kapuban, Bohata Ádámot, Rácz Lászlót, Gaják Gergőt, Sági Milánt, Szabó Dominikot, Németh Márkot, Nemánja Nikicset, Tihanyi Olivért és Hegedűs Márkot. Utóbbi azonban a találkozón combsérülést szenvedett. Play and stay, azaz játsz és maradj. Ehhez a nemzetközi irányvonalhoz hűek a Pécsi Városi Teniszklubnál a 6-10 éves korosztály tekintve. Ez a sportág alapjainak játékos elsajátítását, a játék örömének megtapasztalását jelenti. A klub 3 hetet kivéve egész nyáron biztosít tenisznapközit az érdeklődő fiatalok számára. Ezen a héten a legkisebbek ragadtak ütőt a Gulyás István Teniszcentrumban. Kisvasutas munkával ismerkedhetnek a gyerekek egész héten át. Pécsett a Dömörkapunál található Mecseki Kisvasút kínálja a lehetőséget a nem mindennapi erdei programhoz. Az ismeretek elsajátítása után délutánonként többek között vonatozás várja a táborozókat a Mecsek népszerű állomáspontjaira. Már itt van a peron végénél, akkor kell adni a lassan jelzést. Éppen az oktatás zajlik a Mecseki Kisvasutas táborban. Ennek a vonatnak a szabályos közlekedését csak előzetes ismeretek birtokában lehet elindítani. Ezek után lehet valakiből állomásfőnök, váltókezelő, tolatásvezető, kocsirendező, kocsivizsgáló. A tábor népszerűségét bizonyítja, hogy a gyerkőcök között akad olyan is, aki már 3. éve jár ide nyaranta. Azért jöttem, mert igazából szeretek itt lenni, és kevés úgymond a családdal az esélyem, hogy ide följövök. Még nyáron elfoglalom magamat, és több élményem lesz. Én itt állomásfőnök vagyok, söpröm a peront, meneztem a vonatot, és mindenféle dolgokat csinálok. A kisvasutas táborozók a délelőtti oktatást követő ebéd után például az állatkertbe utaznak, vagy ellátogatnak a főpálya udvarra és a fűtőházba. Gajer Tibor szakmai vezető szerint fontos dolgok történnek ebben a táborban, hiszen az itt szerzett ismeret, a fegyelem, a felelősségérzet kialakítása később is kamatozik. A jó erdei levegőn való programok pedig az egészségnek is jót tesznek.
megtanulják, hogy mi a dolga egy kalauznak, mi a dolga egy szolgálattevőnek, egy váltókezelőnek, és itt kicsiben végzik azt a munkát, ami már azért hasonlít a nagyhoz, és meg kell mondani, hogy nagyon élvezik. Úgyhogy reggel jönnek dolgozni, a kalauzok kitakarítják a kocsiaikat, a szolgálattevő lesöpri a peront, és utána kezelik a jegyeket, felkísérik az utasokat, lesegítik őket, kiukasztják a jegyeket, a szolgálattevőnk pedig elmeneszti a vonatot. A tábor hatnapos. Szombaton az Alma melléki kisvasútra kirándulnak, megnézik az Ibafai Pipa Múzeumot, és útba ejtik Sasrétet is. A következő második turnus július 15-én kezdődik. Péntektől tovább emelkedik a benzinára bruttó 3 forint literenként. A gázolajára továbbra is változatlan 393 forintos átlagáron kapható literje. A benzin mostani emelését követően az átlagár 390 forintra emelkedik, így csupán 3 forint marad a különbség a két termék között. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Újra gyilkolhatna a szekszárdi gyerekgyilkos, ha szabadlábra helyeznék. Erre utal a szekszárdi törvényszék friss végzése. A bíróságnak arról kellett döntenie, hogy szükségszerű-e továbbra is börtönben tartani K. Dánielt. A bíró szerint mindenképpen, ugyanis a korábban pszichológiai megfigyelés alatt álló férfi esetében komoly esélye lenne a bűnismétlésnek, vagy egy családon belül elkövetett erőszakos bűncselekménynek. Belemosolygott a kamerába, és a nyelvét is kinyújtotta még márciusban a szekszárdi gyerekgyilkossággal vádolt 19 éves férfi. Ezek a felvételek azelőtt készültek, mielőtt a bíró arról döntött, hogy 30 napra előzetes letartóztatásba helyezi. A szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el a gyanúsítottak az előzetes letartóztatását, mivel megalapozottan gyanúsítható az erőszakos cselekménnyel. K. Dánielt ezután Budapestre szállították, hogy igazságügyi megfigyelés alatt döntsenek arról, beszámítható állapotban követte el a brutális gyilkosságot. A férfi egy későbbi lopási kísérlet miatt indult tárgyalásán, arról beszélt, nem akar hosszú évekre börtönbe menni. Az ügyvédje viszont már akkor azt mondta stábunknak, hogy erre semmi esélye nincs. Én elmondtam neki természetesen, hogy amennyiben az ő büntetőjogi felelősségét ezen ölési cselekmény vonatkozásában a bíróság megállapítja és az jogerős ítéletében ki is mondja, akkor nyilvánvalóan itt hosszú éves börtönbüntetésre kell számítani. A gyilkossággal vádolt férfit március óta tartják fogva. Egy ideje úgy tudjuk már a szekszárdi börtönben. A bíróság most ismét úgy döntött, hogy továbbra sem helyezhető szabadlábra. Az indoklás szerint, mert akár újra gyilkolhatna is. A szekszárdi törvényszék közleménye úgy fogalmaz, hogy K. Dániel esetében fennállna a bűnismétlés és a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmény veszélye. A férfi egyébként, mivel a gyilkosság idején még nem volt 20 éves, ezért legfeljebb 20 év börtönt kaphat. Viszont folyamatban van ellene egy lopási kísérlet miatt indult büntető eljárás is. Ha a két ügyet a bíróság összevonja, akkor a büntetési tétel akár 25 évre is emelkedhet. Hamarosan megkezdődik a Bálta-Széki Agrárlogisztikai Központ építése. Az ipari park első vállalkozása az várhatóan jövő márciusban már meg is kezdheti működését. A tervek szerint ilyen lesz Bálta-Szék legnagyobb volumenű beruházásának, az ipari parknak első eleme az agrárlogisztikai központ. Az építkezés a területfejlesztési operatív program finanszírozásából valósul majd meg. A város, a Tolna megyei önkormányzata 550 millió forintos visszanemtérítendő 100%-os támogatásban részesült. Ez természetesen előkészítési, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri költségeket is tartalmaz. Maga a kivitelezés az mintegy 483 millió forint plusz áfa összeget fog felemészteni. Az aláírást követően szinte azonnal elkezdődhet a beruházás, mondta Cang Géza, a kivitelező cég vezetője. 1660 négyzetméteres hűtőcsarnok, panelos homlokzati borítással, lapustetős kivitelben, és bent pedig a hűtőházaknak a tervszinti kialakítása történik. Ennek az épületen belül pedig az infrastruktúrának az elhelyezése. A logisztikai központ az ipari parki beruházás első eleme. A város már tárgyalásokat folytat a további vállalkozásokkal. Az első egy gyümölcsfeldolgozó üzem lesz, melyre már a szerződések is megkötettek az üzemeltető és a város között. Több érdeklődő is van, aki úgy gondolja, hogy a terület adottságai, Bálta-Szék elhelyezkedése, akár közlekedési szempontból, illetve mindazok a feltételek, amit a város tud biztosítani, ez számára megfelelő lenne, és ezzel reméljük, hogy rövid időn belül be tudjuk népesíteni ezt az ipari parkot.
Az agrárlogisztikai központ várhatóan márciusban kezdheti meg működését. 17 helyszínen 37 akadálymentes járdát alakít ki a szekszárdi önkormányzat a belvárosban. A fejlesztésekre 10 millió forintot költenek. Korábban 2017-ben már 50 hasonló beruházást végeztek el a Tolnai megyeszékhelyen, amik a helyiek szerint kifejezetten jól használhatóvá tették a babakocsival, kerekesszékkel vagy kerékpárral közlekedők számára a város járdáit. Egész nap dolgoztak a munkások a szekszárdi Csokonai utcában a járdák akadálymentesítésén. Nem csak itt építenek kislejtési rámpákat az autóutak és a járdák találkozásaihoz. A város 17 helyszínén 37 hasonló projekt kezdődik el hamarosan, így akadálymentes járdákat kap az Arany, a Béri Balog, a Csokonai, a Dózsa-György, a Holub, a Kölcsei, az Ybl Miklós és a Veselény utca, valamint a Várkhoz is. A beruházásokra a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyert 10 millió forintot az önkormányzat. Néhány hónappal ezelőtt tartottunk mind a 10 választó közvetlen szabadtéri fogadóórát, és ott is visszatérő kérés és probléma felvetés volt, hogy ezek a kereszteződések nehezen kezelhetők a nehezebben mozgók számára. Hát a fogadóórákon elhangzottakat is figyelembe véve döntöttünk, és az idejében folytatjuk ezt a programot. A belvárosban elkezdett, majd a külvárosi részekben folytatódó fejlesztés sorozatnak köszönhetően nem csak a kerekesszéket használók számára lesznek komfortosabbak Szekszárd utcái, hanem a babakocsi, tolók és a biciklisek is könnyebben tudnak majd közlekedni a városban. Szekszárdon egyébként korábban, 2017-ben már több hasonló fejlesztést elvégeztek, amiket a visszajelzések szerint kifejezetten kedvelnek a helyiek. Akkor 50 helyszínen összesen 50 ilyen megoldást találtunk, 50 ilyen rámpát építettünk ki. Most ezt a munkát folytatjuk tulajdonképpen. A járdák akadálymentesítése mellett a járdafelújítási program is folytatódik. Erre idén 20 millió forintot költ el a szekszárdi önkormányzat. Túlélési gyakorlatokkal, a fegyverzett technikával és a katonai közelharccal is megismerkedhetnek a fiatalok a honvédelmi táborokban. Idén 72 turnusban mintegy 2000 fiatal vehet részt az egyhetes programokon. A cél, hogy közelebb hozzák a honvédelmet a tanuló ifjúsághoz és bepillantást nyerjenek a magyar honvédség és a katonák életébe. Egy! Hú! Kettő! Hú! A közelharc mellett túlélési gyakorlatokat is elsajátíthatnak a fiatalok a Balatonnál szervezett honvédelmi táborban. Segítsed, aki lemaradt! A júliusi turnus egyhetes táborában 22 fiú és 8 lány teheti próbára erejét és kitartását. Hát azért eléggé megmozgatnak minket, de olyan nagyon jól esően, és én eddig nagyon élveztem minden percét. Jó a társaság, összebarátkoztunk, összeszoktunk. Az egyhetes táborban a fiatalokat hivatásos katonák segítik, a tematikus programok pedig a honvédség mindennapjait mutatják be. Egy katonai alapnapot hajtanak végre tulajdonképpen, tehát a reggel mindig ébresztővel kezdődik, egy katonai testnevelés órával, majd innentől kezdve mindenféle színes katonai programba próbáljuk kitölteni a napjaikat. Itt megtanulnak minden olyan alap dolgot, amire egy katonának szüksége lehet, de nyilván ez nem egy kiképzés, ez egy kedv csináló program tulajdonképpen, ahhoz, hogy pályára irányítsuk a fiatalokat. Itt megismerkednek a túléléssel, a fegyverzett technikával, a katonai közelharccal, és minden olyan programot biztosítunk számukra, amik számukra érdekes lehet. A táborok évről évre több fiatalt vonzanak, ezért idén minden eddiginél több turnust indított a Honvédelmi Minisztérium országszerte. 2016-ban indítottuk meg a honvédelmi táborokat, azóta ez mind mennyiségi, mind minőségi változáson ment át. Ha a számok tükrében nézzük meg, akkor annak idején 10 táborral kezdtünk, 10 turnusban, mindegy 350 résztvevővel. Most egyedik alkalommal rendezünk meg a nyári honvédelmi táborokat, és azt kell mondanom, hogy több mint 2000 táborozóval számolunk az idén, tehát több mint 6-szorosára emelkedett a résztvevőknek a száma. Akkor 10 helyszínen indultunk meg, most 32 helyszínen, és a 10 turnus, most már gyakorlatilag 72 turnussal számolunk, tehát mennyiségűleg egy óriási változás történt. A cél, hogy közelebb hozzák a honvédelmet a tanuló ifjúsághoz, s bepillantást nyerjenek a magyar honvédség és a katonák életébe. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Fórum a pécsi építési szabályzatról, még várják a városban élők javaslatait az önkormányzaton. Új burkolatot kapott az Ybl Miklós utca, ismét közlekedhetnek az uránvárosiak a forgalmas szakaszon.
Szulejmán szultán zarándokvárosa. Bemutatták a Szigetvár melletti ásatási helyszínt. A Szekszárd ellen játszott a PMFC, az új játékosokat is tesztelte a vezetőedző. Pénteken kezdetben keleten még nagy területen kisüt a nap, de nyugat felől már erősen növekszik a felhőzet. A Dunántúlon és a középső tájakon több helyen eső, zápor várható, nyugaton zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként átmenetileg feltámad a nyugati-délnyugati szél, 20-26 fok valószínű, nyugaton lehet hűvösebb. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!